Jöjj bátran! Köszöntöm Gottfried fiát. Ő volt az egyik legjobb tanítóm. Ő volt ott, amikor a társaimmal játszva megsérült a karom, és ő jött rá, nem atyám orvosai, hogy nem érzek fájdalmat. Zokogott, amikor megmondta atyámnak, hogy leprás vagyok. A szaracénok szerint a mi öntelt királyságunkon áll bosszút Isten ezzel a korral. Bárhogy is szenvedek, az arabok úgy hiszik, hogy a büntetés, ami a pokolban vár rám, ennél is borzalmasabb lesz. Ha ez így van, joggal tiltakozhatom. Jöjj, ülj le! Játszol? Nem. Az egész világ egy sakkjátszma. Minden lépés a halálodat jelentheti. Bármit is tégy, azt kivéve, hogy ott maradsz, ahol elkezdted. Nem lehetsz biztos a végében. Volt, hogy biztos voltál már a végében? Volt. Hogy képzelted el? 100 mérföldre eltemetve onnan, ahol éltem. És most? Most itt ülök Jeruzsálemben, és a királyt nézem. 16 éves voltam, mikor legyőztem Saladint. Akkor azt hittem, 100 évig élek majd. Most már tudom, hogy 30 se leszek. Láthatod, senki sem maga dönti el, hogy végzi, vagy hogy milyen kéz viszel oda. Az ember mozdulhat parancsra. A fiú követheti atyját. Az az ember mozgathatja magát. És csak akkor kezdi el a saját játékát. Ne feledd, bárhogy is játszanak veled, vagy bárki tegye ezt, a lelkedért egyedül te felelsz. Még akkor is, ha azok, akik játszanak veled, lovagok vagy hatalmasságok. Isten előtt állva nem mondhatod, hogy mások parancsára cselekedtél. Vagy hogy az erény nem volt számodra járható út, az nem lesz mentség. Ezt ne feledd. Nem fogom. Tudod, hogy mi ez? Egy erődítmény. Mit gondolsz róla? Nem tetszik. Hogyan javítam át? Egy kereszt. Vagy még jobb. Egy csillag. Így. Így az erőd egyik részét sem érhetik el, anélkül, hogy tűzónában lennének valahonnan. Igen, tetszik. A falakat így nehezebb bevenni. Nagyon jó. Menj most atyád Ibelini házába. Az már a te házad. Onnan védelmezd a zarándokokat. Vigyázd a zsidókat és a muszlimokat. Üdvözülve vannak Jeruzsálemben. Nem azért, mert így hasznos, hanem mert így helyes. Védd a védelmeket. S talán eljön a nap, mikor én szorulok majd a védelmedre.